Jövő héten kezdődik a lomtalanítás vásárhelyen. A felhalmozott lomokat a ház elől a hulladékgyűjtő edényzet mellől szállítják el. Az április 18-ával kezdődő héten veszi kezdetét a tavaszi lomtalanítás hódmezővásárhelyen és környékén. Az erről szóró értesítőket, melyben az időpontok is szerepelnek, már eljuttatták a lakossághoz. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra sem helyezhető ki például trágya, építési törmelék vagy tűz és robbanás veszélyes anyag. A szállítás a magas házas övezetekben kezdődik a hét első ürítési napján. A családi házas övezetekben, valamint Kútvölgyön, Erzsébeten, Szikáncson, Baratyason, Batidán a hét ürítési napján. Öreg és új kishomokon a szerződéssel rendelkező háztulajdonosoktól szintén a hét ürítési napján szállítják el a felesleges holmikat. A lomokat célszerű a szemétszállítást megelőző este, vagy közvetlenül az ürítés reggelén kihelyezni a hulladékgyűjtő edényzet mellé. Ezzel lehet elkerülhető, hogy a kitett hulladékot szétdúlják.